Orbán hadat üzen Budapestnek. Meg kéne tanulni Horthy Miklós nevét legalább, mert azt se tudja, hogy Horthy Miklósnak írták a kormányzót. Szégyen! Igen, szégyen, hogy nem tudja a kormányzó nevét se. Szégyelje magát. Horthy Miklósnak írták, és nem Istvánnak. Szégyelje magát. Nyugodtan tegye be a kérdést. Szégyelje magát. Maga szégyelje magát, a történetben semmi fogalma nincs. Szégyelje magát. Nyilatkozik maga majom. Igen. Orbán hadat üzen Budapestnek. A választási eredmény, ami neki nem tetszhetett, ezért úgy dönthetett, hogy megtámadja Budapestet, és ennek a látványa, hogy alig 48 órával, most már több mint 48 órával a választások után, nem várva meg a korábbi ígéretének a határidejét sem, gyakorlatilag azonnal nekiállt az építési terület elkerítésének. Most az előbb tanúi lehettünk a bedobozzálásának, azoknak az erekéknek, emlékeknek, amit itt elhelyeztek, bibliákat, mécseseket, fényképeket, az áldozatok hozzátartozóinak emlékeit, amit itt elhelyeztek, de ez sem akadályozta meg azokat, akik kiadták a parancsot, hogy ezt az emlékhelyet fel kell számolni, meg kell gyalázni, és el kell helyezni azt az egyébként a náci megszállás emlékművének csúfolt emlékművet, amely nem szól másról, mint a budapestiek megfélemlítéséről. Ugyanúgy, ahogy a náci német megszállás, a bevonulás félelmet keltett a budapestiekben és minden magyar polgárban, ugyanúgy ez az emlékmű arra hivatott, hogy félelmet keltsen minden magyar állampolgárban és a budapestiekben, hogy érezzék újra azt a rettegést, ami jó pár évtizeddel ezelőtt áthatotta a mindennapjaikat, amikor csak reménykedtek a túlélésbe. Ezt a reményt sokan megérték. Sokan felszabadultak, és túlélőként részt vehettek az ország újjáépítésében. Ezeknek az embereknek és a hozzátartozók emlékeinek a meggyalázása az, hogy a kormány nem tartja tiszteletben sem az emlékeket, sem a történelmi igazságot. Neki áll hamisítani, és a hamisítás az egy olyan súlyos történelmi bűncselekmény, ami talán a legsúlyosabbak közé sorolható. Mert egy történelmi bűncselekményt elkövetni, az egy pillanat hevében megtörtént, a történelem megítél. De ezt a történelmi bűncselekményt kitörölni, a nemzet emlékezetővel megpróbálni, semmissé tenni, ez még nagyobb bűncselekmény talán, mint az eredeti bűn, ahol emberek százezerei haltak és pusztultak el hihetetlen körülmények között. Ennek a meggyalázása történik itt, és aki azt gondolja, hogy itt csak egy egyszerű szoborállításról van szó, az súlyosan téved. Ez egy szimbolikus, erőszakos erőfitoktatás, ami nem szól másról, mint a félelemkeltésről.